Újra város ismereti séta. Zsugorodnak a termékek. Karcagiak az Ultra Balatonon. Topos pályázatok Abátszalókon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2018. június 5-én 18 óra 5 perckor. A városismereti séta mottója az unokától a nagyszülőig. A program Pánti Ildikó önkormányzati képviselő szervezésében a 8-as számú választókörzet lakói számára idén is elindult. A résztvevők megismerhetik városunk kulturális, építészeti értékeit turisztikai szakemberek bevonásával. Első alkalommal a görögkeleti templomban találkoztak pénteken a városrész lakói, ahol Szerepi Nagy Attila, a templom gondnoka ismertette a templom történetét, melynek védőszentje Szent György. Mint Pánti Ildikó elmondta, ezek a városismereti séták azért is fontosak, mert itt élünk, itt megyünk el ezen régi épületek előtt, és sokan még a nyugdíjasok közül sem látták belülről ezeket. A jó idő beköszöntével legalábbis így reméljük, hogy a továbbiakban is így lesz. Elindult a városismereti séta, és első állomáshelyünk, mint ahogy itt az előzőekben is elhangzott, itt vagyunk ebben a szépen rendbe tartott görögkeleti templom környezetébe. Mi most belülről szeretnénk megtekinteni. Idegenvezetőnk Szerepi Nagy Attila, aki nagyon sok mindent tud a templom múltjáról, a jelenéről. Bízunk benne, hogy a jövője is formálódik, és ahogy megkérdeztem az itt lévőktől, többen vannak, akik még nem látták belülről a templomot. Mint ahogy annak idején is elmondtuk a korábbi alkalommal a zsinagógát is, ugye kívülről látjuk, városlakók vagyunk, itt vagyunk, körbejárjuk, de még belülről nem láttuk, és ezek motiválnak bennünket, hogy olyan helyekre próbáljuk ezeket a sétákat szervezni, ahol még az érdeklődők nem voltak, és így vagyunk itt a mai napon. A séták alkalmából szakavatott idegenvezetéssel ismerkedhettek meg a gyerekek, szülők, a nagymamák, nagypapák a város nevezetességeivel, értékeivel. Ha az idei helyszíneket a lakosok kérésének figyelembevételével állította össze Pánti Ildikó, így a következő hetekben ellátogatnak majd a Karcagipari Parkba, a Morgócsárdába, a Kun emlékhelyhez és a téglagyárítóhoz is. Mindenképpen olyan helyekre szeretnénk, ami a városnak meghatározó idegenforgalmi látványossága. Legközelebb a Morgócsárdába megyünk, a maga történetével, romantikájával, és azt követően kerékpáros, illetve autóbuszos kirándulásaink is lesznek, a Kun emlékhely, a horgásztó. Akkor szeretném egy kicsit a város idegenforgalmával együtt a vállalkozói réteget is, és így a Laktanya Kft-be ott is van látnivaló az új ipari létesítmények. Tehát egy kicsit, hogy úgy mondjam, azoknak, akik érdeklődnek, ahogy jelezve volt, ugye a nagyszülő, szülő és az unoka korosztály, tehát minden korosztály képviselve. Valószínűleg önökkel is megtörtént már, hogy vásárlás közben arra lett figyelmes, hogy a kedvenc terméke mintha összement volna. Nos, ez nem véletlen, és sokszor tényleg erről van szó. A karcagi kisboltokban is felhívják a vevők figyelmét. Hamarné Bérci Piroska mutatja kisboltjában a csomagpapír zsebkendőt, ami igen nagy változáson ment keresztül. Még mindenki a közismert néven százas zsepiként keresi. Valamelyikben 90 darab van, például a másikban már csak 80. A statisztikák azt mutatják, hogy a termékek zsugorítása továbbra is divatos döntés. Olyat tapasztalunk, hogy az ár nem változik, de a súly vagy darabszám változik, tehát kevesebb lesz benne, és ugye azt hiszik, hogy nem változnak az árak, pedig igen, és mi is van, amikor később veszük észre, amikor vagy a vevőszó, vagy mikor számoljuk darabra, vagy kilóra, akkor veszük észre, hogy 10 dekával, vagy 2 dekával, vagy attól függ, milyen termékről van szó. Például chipseknél 1 deka, vagy 2 deka, kávésnál, kilós kávénál 90 deka lett az 1 kiló, meg sok minden más kekszeknél, ilyeneknél.
A karcagia körében is ismert internetes blog megalkotója évek óta figyelemmel követi a különböző termékek kiszerelésének változását, és részletesen képekkel illusztráltan mutatja be az átalakulást. Ő elmondta, hogy a kávénál figyelte meg először a csökkenést, még fiatal korában. Akkoriban az átlagos kiszerelés 453 grammos volt, később viszont már csak 368 grammosat lehetett kapni. Ha mi veszük észre, én szoktam szólni a vásárlóknak, hogy már nem egy kilós, hanem 90 dekás. Ha vásárló vesz észre, akkor elnézést kérünk, mert nem, mi sem mindent veszünk észre azonnal. A karcagi vásárlókat sem lehet becsapni, mi kunok sokkal szemfülesebbek vagyunk az átlagnál. Találkoztam olyannal, hogy mondjuk paprika őrölt paprikával, megmértük a csomagolással együtt, hogy megvan-e, hogy úgy szoktuk beleönteni a kolbászba, és nem volt annyi, csak 246 deka. Hát egy picit fölháborít ez engem, hogy ugyanannyi én megveszem a boltba, ugyanabban az árba is a csomagolás is hozzászámítják, és még így a dekára, a gramra is kevesebb van benne. A zsugorodás hátterében áll az is, hogy az utóbbi időben a pénzügyi vállalatok elkezdtek érdeklődni az élelmiszeripar iránt. Az ő menedzsment stratégiájuk pedig teljesen felborítja különböző márkák működését. Megpróbálnak mindenen spórolni, hogy a termék a lehető legköltséghatékonyabb legyen. Az egyik ilyen legegyszerűbb trükk, ami a helyi vásárlóknak is feltűnt, a csomagolás méretének növelése vagy megtartása, ami legtöbb esetben termékek méretének a csökkenésével jár. A tejtermékeknél én nagy csomagot veszem, illetve 850 grammosokat, a 12%-ot, és úgy tűnt, hogy egyre lejjebb megy, ha kibontom. Tehát nincs annyira tele a doboz. Meg az étolajnál, az 5 literesnél már rájöttem, és kimértem otthon, 4,5 liter volt a napraforgó étolaj, magyar. A 12. NN Ultra Balaton 2018 verseny 12.000 indulója között ott voltak a karcagi utánfutók is. A 12. NN Ultra Balaton 2018 verseny 12.000 indulója között ott voltak a karcagi utánfutók is. A csapat vezetőjétől, Csigerné Szabó Ilonától megtudtuk, a jó részt egészségügyi orvosi végzettségű csapat tavaly alakult, azóta edzettek külön és közösen is a fenti megmérettetésre. Tavaly tavasszal alakítottunk egy csapatot, 8 főből állt, és mi ezen a versenyen elindultunk 8 fős férfi csapatként. Kettő férfi szerepel a csapatunkban, dr. Kondás Gergely, Kuruc Imre, a hölgyek pedig dr. Gál Anita, dr. Tomcsik Lilla, Lesják Brigitta, Barna Nelli és jó magam. A Balatonaligáról indult a verseny, 12 órában rajtoltatták a 12.000 embert, bennünket délután 3:30-kor rajtoltattak el, pont ezért, hogy széthúzzák a mezőnyt, mert a 47 váltóponton elég sok futó összegyűlik, hogyha kicsi a rajtidő. Bennünket 3:30-kor rajtoltattak el, és 32 óra a szintidő, hogy egy csapat ezt teljesítse. Minden csapatnak meg kellett adni a maga szintidejét, hogy mennyi idő alatt futja körbe a versenyt, és mi 22 órát vállaltunk, és 21 óra 33 perc alatt sikerült teljesíteni ezt a távot, ami 221 kilométer volt 8 főnek. A csapat 8 főből állt. Többen futnak más versenyeken is. Kondás doktor jelenleg Angliában dolgozik, ő azon a terepen edzett, így jövő volt a legnehezebb szintkülönbséges terep. Nekünk elég nehéz egy ilyen szintes versenyre készülnünk. Mi ezt úgy oldjuk meg, hogy egyrészt a csapat tagjai közül jó néhányan szintes versenyekre is járunk, másrészt, mint például Kondás doktor, ő Angliában dolgozik jelenleg, és ő ilyen terepen készül a versenyre. Ővé is volt a legnehezebb terep egyébként, a Aszófő Pécsei-Vászói útvonal, ami egy jó kis szintet tartogatott magában, de ő ezt nagyon ügyesen megoldotta. Azért próbáltam olyan futókat beleválogatni a csapatba, akiknek erős hobbiuk a futás, akik rendszeresen edzenek, többen közülünk edzővel edzünk, és figyeltünk arra, hogy azért ezt a szintidőt vállaljuk, ugyanis először 26 órát vállaltunk, de aztán a versenyszabályzatban szerepel, hogy ha valaki 15%-kal jobb versenyidőt fut, köridőt, mint amit vállalt, azt kizárhatják a versenyből. Ezért módosítottuk, március 1-ig lehetett, és mi ezt módosítottuk 22 órára. Én állítottam össze a szakaszokat, természetesen a futóimmal egyeztetve, hogy ki mennyi szakaszt visz, és hogy egyszerre szeretne többet futni, vagy többször kevesebbet, és végül is, ahogy én kiszámoltam,
voltam, azt gondoltam, hogy 22 órában ez benne lesz, és 21 óra 33 perccel sikerült teljesítenünk. A 22 órás nem alvás ellenére is maximálisan teljesítettek, és az utolsó váltóponttól kézenfogva a karcagzászlóval érkeztek be. Idén indultunk ezen a versenyen először egyedül együtt, és nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatomra, hiszen úgy tudtuk ezt a versenyt teljesíteni, mintha már a 20. versenyünk lett volna. Nagyon fegyelmezettek voltak a futóim, nagyon-nagyon összeszokott társaságnak tűntünk már az első pillanattól kezdve, és végig úgy tudtuk ezt az egész versenyt teljesíteni, hogy senkinek semmilyen gondja, semmilyen panasza nem volt, és az utolsó váltópontig, ahonnan viszont már együtt futott be a csapat, maximálisan teljesítettünk a 22 órás nem alvás ellenére is. A rajt után érdekes meglepetés érte a versenyzőket. A résztvevők tervei szerint jövőre is beneveznek, de ezzel nem zárul le az idei versenyszezon. Mi azt gondoltuk, hogy ezzel a késői rajton, ami délután 3:30 volt, és az első csapat már 3:30 elrajtolt, azt gondoltuk, hogy ezzel hátráltatva leszünk, de ez korán sem így volt, hiszen én futottam az első szakaszt Balaton, Aligától Keneséig, odáig nagyon melegünk volt. De onnastól kezdve jöttek a viharfelhők, és ahogy belementünk az estébe, egyre hűvösebb lett, és másnap délig nagyon, nagyon kellemes időben futottunk. A mezőny végén voltunk ugyan, tehát már utánunk nem sok csapat rajtolt, de mégis előttünk, utánunk futók, nagyon-nagyon jó hangulat volt, minden váltóponton zene szólt. Hát alkalmazkodni kellett tulajdonképpen, de sem a váltópontokon, sem pedig az úton nem voltak annyira sokan, hogy ne lehetett volna közlekedni. Balogh Gyula Abátszalók település polgármestere a jelenleg is zajló sikeres topos pályázatokról számolt be televíziónknak. A polgármester 4 futó pályázatról tett említést, amelyek igen jól haladnak. Az első a közintézmények energetikai korszerűsítését megcélzó pályázat. Itt a bölcsőde, az óvoda, az iskola és a főzőkonyha korszerűsítése fog lezajlani. Napelemek felszerelésére kerül sor. 4 futó pályázatunk van a közintézmények energetikai korszerűsítése, amelyben az iskola és az óvoda, illetve a bölcsöde, főzőkonyha energetikai korszerűsítése fog zajlani, ahol napelemeket fogunk feltenni az épületekre. Ez most úgy áll, hogy június 31-én eredményt fogunk hirdetni közbeszerzési eljárásban, tehát valószínűleg kiválasztásra kerül a nyertes, több pályázat is érkezett már, és 31-e után végül is megkezdődhet a konkrét kivitelezés, úgyhogy ezzel a programmal elég jól állunk. A második jelentős pályázata a településnek a Zöldváros program, ahol a közterületek, sétányok kialakítása és szebbé formálása zajlik. Hamarosan, ahogy a polgármestertől megtudtuk, közbeszerezhetővé válik a projekt, és a nyár folyamán ezen felújítás is elkezdődhet Abátszalók területén. Van a Zöldváros programunk, amelyben a közterületeink felújítása, sétányok kialakítása zajlik. Itt az engedélyes tervek elkészültek, a kiviteli tervek elkészítése van folyamatban. Nem soká abban a fázisba érünk, hogy szintén közbeszereztethetjük a projektet, és akkor még idén nyáron ahhoz is, ha eredményes lesz, akkor idén nyáron hozzákezdünk ott is a kivitelezéshez mindenképpen. A következő fontos pályázat a Szabadstrand felújítását megcélzó projekt. Ennél jelenleg az engedélyes tervek elkészítése zajlik. Sokak vesznek részt a munkálatokban, és hogy ne kerülhessen sor a vendégforgalom zavarására, ha már elindult szezonban, ezért a munkaterületet szeptemberben adják át a dolgozóknak a felújításhoz. Az engedélyes tervek elkészítése zajlik, volt némi fönnakadása a programban, túl sok mindenkivel kell egyeztetni, tehát több szereplős a történet, a vízügyel, a Hortobágyi Nemzeti Parkkal, az önkormányzat, tehát több lépcsőből tevődik össze. Ott sem állunk nagyon rosszul, egyeztetve a parti vállalkozókkal, üzemeltetőkkel az a döntés született, hogy a nyáron előkészítjük ezeket a folyamatokat, és hogy a vendégforgalmat ne zavarjuk, így szeptember 1-jével kerül majd átadásra a munkaterület, úgyhogy az idei évben még nyilván zavartalanul várjuk a kedves vendégeket a strandunkra, de az előkészítés zajlik. A programban viszont a kommunikáció, a
marketing tevékenység az elindul. Az erről szóló táblák, informatikában elektronikai hírek, azok meg fognak jelenni, hogy mivel fognak a következő évben már találkozni a hozzánk érkező vendégek. Nagyon lényeges megemlíteni a következő topos pályázatot, amely az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat kialakítását célozza meg. Itt van némi fennakadás, ugyanis egyelőre forráshiánnyal küzdenek, de keresi a település vezetése a megoldást, a projekt megvalósításához szükséges összeg előteremtését, mondta el televíziónknak Balogh Gyula, a Bátszalók polgármestere. A negyedik projektünk pedig a gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálatnak a kialakítása. Ebben lezajlott még áprilisban a közbeszerzési eljárás. Sajnos ez eredménytelen lett. Egy pályázat érkezett, és a forrás sem elegendő, úgy tűnik, az épületnek az elkészítéséhez. Ezért egy újabb eljárást folytatunk le, és keressük, tehát itt forrás hiány jelentkezik, most keressük annak a megoldását, hogy hogyan tudjuk pótolni, amennyiben szükséges az épülethez, az épület a projekt megvalósításához szükséges még a hiányzó összeg, hogy azt hogyan teremtsük elő. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!